Szia, Veszelka Zsolt vagyok. Néhány lépésben megmutatom az ördöglakat összerakását, a bor berakását. Ilyen dolgokkal fogsz találkozni, hogy kibontod a csomagot. Többféle méretű palackot tudsz belehelyezni, vagy ilyen alacsonyabbat a burgundit, vagy a bordóit, ez a legelterjedtebb, vagy ezt a hosszúkás magas palackot, a rajnait. Na, első lépés, ezt be kell fűzni. Magas lesz. Most görcsöt kötünk. De lehessen kihúzni ezt, ez egy nagyon fontos lépés. És? Akkor jó magasság, hogyha nem tudod így levenni, ezt rá tudod. És így nem lehet levenni. Na, akkor nézzük a nehezét. Van egy ilyen alkatrész. Ezzel csak a kis négyzetet kell áttolni a résen. Ezt így kell helyezni. Ezt kell helyezni. Utána ezt a golyót, ez egy golyót át kell a lyukon helyezni, és utána egy olyan kis bonyodalom, mert ezt vissza le kell húzni. Nincs elég, nem tudom lehúzni. Innen ezt a golyót és ezt a hosszúkását át kell dugni a lyukon. Az utolsó golyó maradjon, tehát ezt a hosszúkásot, és a középső golyót áthúzzuk, a maradik. Ezt pedig áttoljuk a résen. És kész. És így néz ki bezárva az ördöglakat. Na, ha szeretnéd meginni a bort, akkor ki kell nyitni az ördöglakatot. Van egy bezárt ördöglakatunk, az első lépés. Egyszerűen csak a végén lévő négyzetet toljuk át, de csak a négyzetet. És utána a lukon a golyót és ezt a hosszúkást, akár egymás után is egyszerűen meg,
át kell tolni, igen. Utána ezt rá kell tenni zemből, erre, és a golyót visszatolni, és utána leszedni.